Zumbával hangoltak a gyerekek a Széchenyi iskolában a gyerek és sportnapra, miközben a nagyobbak a labdát bűvölték az iskola focipályáján. Erre a napra nagyon régen készültek, de az ismert okok miatt egyre húzódott a megrendezés. Most, hogy végre újra lehetett együtt lenni, játszani, sportolni, örömködni, minden pillanatát kihasználták a szabadságnak. A játék az élvezet mellett kicsit hangolás is volt a fő attrakcióra, mindenki nagyon várta a pillanatot, hogy végre birtokba vegyék közös új tulajdonukat. Sikerült hosszas tárgyalás után elintézni, hogy a mai napon jó idő legyen. Ezt személyesen Bennéné Kovács Editnek köszönhetjük, tapsoljuk meg! Köszönöm szépen! Sajnos van egy rossz hírem is, a mai napon senki nem tud tovább haladni tanulmányaiban, és a feleltetések is elmaradnak. Úgy gondolom, hogy ezt mindenki fel tudja dolgozni. Steiner Krisztián intézményvezető felvetése ellen nem volt ellenvélemény. Így aztán sort kerülhetett a nagy pillanatra is, az intézmény vezetője átvágta a szalagot, átadva ezzel a gyerekeknek új kedvencét, amit azonnal birtokba is vett a tanuló ifjúság. És hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó falmászó legyen, erre is hamar fény derült. Kell egyensúly, erősség és bátorság. Másztam a máshol is, és ott is nagyon jó volt, de itt még jobb. Mitől jobb? Mert ott ilyen sokkal kisebb, ilyen, ami mászni lehetett. Itt lehet mászni, és jó hosszú, meg magas, és szép. Nehezebb, mint a többi mászó fel? Hát vannak kicsik, meg van, ami mozog, és az kicsit nehezebb, de nagyon jó. Könnyebb is, meg nagyobbak, meg vannak nagyobbak és kicsibbek, ilyen falmászó kis cuccok. És persze a sportosabb felnőttek számára is kihívás a feladat. Arról nem is beszélve, példát kell mutatni az osztálynak vagányságból, ügyességből, mégiscsak jó, ha az ember osztálya büszke saját osztályfőnökére. A mászófal ötlete a gyerekektől származott, és Steiner Krisztián azt mondja, ez, mármint az iskola, mégiscsak egy közösség, ahol jó, ha meghallják a felnőttek, mit is szeretnének a gyerekek. Én is azt gondolom, hogy ez egy különlegessége az intézményünknek, úgyhogy nagyon örülök, hogy pályázati forrásból megvalósult ez a beruházás, és most fel tudtok avatni ezen a gyermeknapi rendezvényen. Igazából beszélgettünk a gyerekekkel, beszélgettünk a pedagógusokkal, és azt láttuk, hogy erre van igény, és mivel gyereknapon vagyunk, talán érdemes a gyerekek véleményét is figyelembe venni, úgyhogy meg mi is azt láttuk, hogy ez egy különlegesség. Talán ebben különbözünk az összes többi iskolától, és közös összefogással sikerült megvalósítani. Az intézményben működik a bontakozó tehetségeket segítő civil szervezet. Ők adták be a pályázatot egy rendezvénysorozatra, melynek egyik állomása volt az iskolai sport és gyereknap. Ez igazából két rendezvényt foglal magába, családi sport és gyermeknap. Azt kell tudni, hogy a pandémia miatt azért sajnos nem tudtuk kellő időben megtartani, folyamatosan halasztani kellett, de most az időjárás is fölünk volt, és sikerült tető alá hozni ezt a rendezvényt, és ennek az első legfontosabb pontja volt a mászófalnak az átadása. Hát igazából a mászófalon kívül számtalan más lehetőség áll a gyerekek rendelkezésére. Rekeszpászás, trambulin, vizes foci, meg a hagyományos röplabda, labdarúgás és egyéb sportágak. Azt nem állítjuk, hogy a jövő iskolásai ezért a mászófalért fogják a Széchenyit választani Bonyhádon. De hogy szerepe lesz a végső döntésben, az szinte Steiner Krisztián szerint is borítékolható.